1944-ben megépítették az úgynevezett magyar rámpát, mert hogy a legtöbb zsidó, aki meghalt, magyar származású volt, egy magyar zsidó volt, és bejöttek ezen a halálkapun, ott azon a helyen szelektálták őket, amit ott lehet látni, és körülbelül az érkezetteknek a 75%-át két órán belül elgázosították. Gulyás Csaba a nyíregyházi Bethlen Gábor gimnázium történelem tanára mutatja be az Auschwitz-Birkenau koncentrációs táborok makettjeinek segítségével a holokauszt eseményeit és annak szélesebb kontextusát. A kedden nyílt kiállítás célja, hogy az Z-generáció informális oktatás keretében szerezzen ismereteket a vészkorszakról. Az intézmény igazgatója elmondta, hogy olyan fiatalokat akarnak nevelni, akik bátran kiállnak a jó mellett. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy szembesüljenek a diákjaink azzal, és nem csak a mi diákjaink, hanem az ide látogató diákok azzal, hogy vajon hogyan élték meg annak a kornak az emberei, például a magyar polgárok, azt, hogy ez az esemény ez megtörtént, hogyan élték meg az áldozatok, az üldözöttek, hogyan élték meg az elkövetők, a csendes szemlélők, az embermentőkben mi zajlott le, miért vállalták az embermentést. Tehát olyan alapvető és olyan fontos emberi értékeket tanulhatnak meg a diákok ezen keresztül, amik azt gondolom, hogy a mai kor emberének is nagyon fontosak. Az Európai Unió támogatásával létrejött kiállítást a látogatók diákok segítségével tekinthetik meg, akiket már felkészítettek a tárlatvezetésre. A viszonylag nagy méretű, több mint 30 négyzetméternyi maketteket összesen 18 városba viszik el a szervezők. A jövőben többek között Kassára, Kolozsvárra, Miskolcra, Szegedre, Szolnokra is ellátogatnak, az összes olyan nagyvárosba, amelyből a II. Világháború végén zsidókat deportáltak. Azt gondoljuk, és alapvetően a tapasztalat ezt mutatja, hogy a megismerés és a tudás az, ami a toleranciához vezet, és a gyűlölködést alapvetően úgy lehet megszüntetni, hogyha a tényekkel, meg a történelemmel a mai fiatalság is tisztában van, és a felnövekvő generáció ennél fogva várhatóan toleránsabb lesz, és egy kicsit másképp fog viszonyulni ehhez a témához, mint eleink. A megnyitón részt vett Hunyadi László, Izrael tiszteletbeli konzulja, aki kiemelte, hogy ezekben a napokban is nagyon nagy megpróbáltatásokat él át Izrael. Egy évvel ezelőtt, 2023. október 7-én nagyon sok minden megváltozott Izraelben is. És ez a két évforduló nagyon is szervesen összefügg egymással, hiszen úgy mondhatjuk, hogy egy évvel ezelőtt egy akkora pogrom indult el Izrael ellen, ami 1944-ben, 43-ban, 42-ben, és mehetünk vissza, és nem csak évekkel, évtizedekkel, hanem sok-sok évtizeddel mehetünk vissza, ami a világban élő zsidóság megbélyegzésének volt a mutatója, az a rengeteg pogrom és áldozat, amelyet a zsidóságnak meg kellett élnie. És Am Israel Chai, ezt önök mindnyájan tudják, és ezzel együtt is Izrael él. Ulrich Attila nyíregyháza alpolgármestere elmondta, a mai kor fiataljainak ismerniük kell a történelmi tényeket és az objektív igazságot. A tárlatot hétköznapokon ingyenesen lehet megtekinteni október 14-ig. Ehhez előzetes időpontfoglalás szükséges, melyet a 406-079-es telefonszámon vagy az info@betleniskola.hu e-mail címen lehet kérni.